Kovács B., vagyis Kovács Bertalan. A nagybányai festőművész tájkompozícióját is megtekinthetik az érdeklődők a többi 32 nagybányai alkotó művei mellett a Váci Mihály Kulturális Központ legújabb kiállításán Nyíregyházán, ahol szinte egymásnak adják a kilincset idén a testvér és partner városok művészei. Ugyanakkor a nyíregyházi művészeknek is lehetőségük van a külhoni bemutatkozásra. Ez egy esemény sorozat. Már voltak kiállítások, ugye? Már ismert, hogy Biaszkó, Biala például bemutatkozott fotói révén, mint város, mint testvérváros. Szatmár Néveti művészei majd szeptemberben fognak bemutatkozni, a Zsesovi művészek tárlatát már láthattuk, és számos esetben Nyíregyháza művészei is az ottani nagy eseményekre, testvér és partnervárosi nagy eseményekre elutaznak, bemutatkoznak, kiállításokon vesznek részt. Én személy szerint is nyitottam meg Eperjesen ilyen kiállítást, ahol a nyíregyházi művészek mutatkoztak be. Ez mindig nagy öröm ott, és nagy öröm itt is egy ilyen eseményen részt venni, és itt köszöntő beszédet mondani. A kiállítás kurátora a Hadron Művészeti Egyesület elnöke Németh Erika képzőművész volt, aki úgy fogalmazott, a tárlat a régi tájképfestészeti hagyományok és a kortárs irányzatok közötti harmóniát igyekszik bemutatni a mai nagybányai festők alkotásain keresztül. Cél volt az is, hogy a kortárs jelenlegi művészeti életet bemutassuk Nagybányán, és ez már egészen más, ugyanakkor ugyanazokból a gyökerekből táplálkozik, mint a régi legendás nagybányai művésztelep, de egészen más kortárs benyomások érik már a művészeket, egymás között is stílus változásokon esnek át, és mégis láthatjuk, ha körbenézünk az anyagon, hogy még ott vannak azok a régi értékek, a tájábrázolásnak azok a hasonlóan nagyon alapos, nagyon lélekkel teli megfogalmazásai, ugyanakkor a modern felfogású, önreflexív, kicsit magunkba tekintő, meditatív irányok is. Tehát a kortárs és a régmúlt ütköztetése, de igazából inkább együttélését mondanám. Tehát egyfajta új harmónia bemutatása próbált megtörténni itt ezzel a kiállítással. Kovács Bertalan azt mondta, a nagybányai festőművészeket világszerte egyre többen ismerik, és bár voltak hullámvölgyek, a most alkotó nagybányai kortárs művészek szűke pátriájukban is általános megbecsülésnek örvendenek. Egy nagyon szép újjáélesztése működött Nagybányán a művészkolóniának, és ott most a modern kortárs művészet lüktetése szerint be van minden rendezve, és nagyon rohamosan fejlődik, és lépést tart a régi hagyománya és a modern legavangárdabb fejleményekkel. A június 30-áig megtekinthető kiállítással bővebben Weekend című magazinunkban foglalkozunk.